Jó napot kívánok, kedves televízió nézőknek! A mai alkalommal folytatjuk az előző stúdió beszélgetésünket, mely az emlékezés és a felejtéssel kapcsolatban beszéltünk a Trianonról, illetve a forradalmak éveiről. A, ezen a beszélgetésen egy picit máshova helyezzük majd a hangsúlyt. Ha emlékezni akarunk, akkor az információt természetesen lehet konstruálni is, és dekonstruálni is, de egy fontos elem mindig megjelenik, kik emlékeznek és hol történik az emlékezés. Ezen a beszélgetésen Nyíregyháza, szabolcs szatmár Bereg megye vagy ha nagyon tágan akarom értelmezni a felső Tisza-vidék eseményeit, járjuk egy picit körbe, Az 1918-1920-as években, mondhatnánk így is röviden a forradalmak korában. A mai beszélgetés vendégeit dr. Bene János, a Józs András Múzeum nyugalmazott, címzetes igazgatója, Én. történész, muzeológus, illetve Gottfried Barna, a Magyar Nemzeti Levéltár, engem pedig Drabanc Robertnek hívnak, és a nyíregyházi Egyetem oktatója vagyok. Akkor indítsunk onnan, János, hogy hogyan is néz ki ez a Nyíregyháza 1918 késő őszén, vagy októberében, mi történik a városban, hogyan reagál a város a változásokra, a politikai, katonai változásokra? Hát ugyanúgy reagál, mint az ország többi része, hiszen élénként figyelik az eseményeket, elsősorban Budapestet, hogy mi történik. És amikor megalakul Budapesten a Károlyi kormány, tehát magyar a szóval győz az úgynevezett őszerózás forradalom, akkor ennek a hírei hamar megérkeznek Nyíregyházára is, és itt is megtörténik az a fajta hatalom átvétel, hogy itt is megalakul a néptanácsnak nevezett testület, amelyik hasonló felállású, mint a budapesti, tehát ugye vannak benne radikálisok ott van a kereskedés gazdák köréből, a helyi ipari és kereskedelmi vezető réteg, de vannak benne károlyi párti emberek, vannak benne szociáldemokraták, és hát természetesen bejelentik, hogy átveszik a hatalmat, csatlakoznak a néptanáshoz. Nyíregyházan akkor éppen helyőrség nem nagyon van, mert ugye még a 2000 a fronton éppen hazafelé tartanak, de a Honvéd utcai laktanyában van egy tűzér-pótüteg, annak a parancsnok a Lerdé Csernő ezredes, és a nagy laktanyában pedig ott vannak a pótalakulatok. Na most ezekből megalakul a katonatanács is, annak a parancsnok a Fejérvári Béla ezredes, ez 15-20 ezredes, és a katonatanács is kinyilvánítja a csatlakozási szándékát, és hát nyilvánvaló, hogy alakulnak itt mindenféle kisebb fajta rendfenntartó alakulatok, nemzetőrség, polgárőrség, diákőrség. Józsantás Múzeum, egy nagyon szép apró nyomtatvány gyűjteménye van, Petrikó és Lászlótól, és ebben ott vannak ezek az igazolványok és hát természetesen próbálják beindítani az új életet, tehát nyilvánvaló, hogy hogy óriási gondok vannak ellátási nehézségek, áruhiány és minden más szénhiány, a erőmű nem működik, nem tud szenet szerezni. Az utolsó évben még próbált a bencs polgármester szenet hozni a Felső Magyarországról, és hát természetesen, hogy ebben a felfokozott helyzetben azt történik, hogy mindent másod, hogy egyrészt fellázad a huszár laktonyában lévő pótalakulat, ezek kijönnek a városba eléggé, illuminált állapotban is lövöldöznek, és erre megindul a, a város népés, és elindul a fosztogatás. Tehát, tehát, november 1 elég zavaros a helyzet Nyíregyházán, ezt aztán úgy csendesítik le, hogy kimennek a tüzérlaktanyába, a pótüdekhez és a redlis ernő behozza a, a tüzéreket, és azok lecsendesítik a várost. Tehát elég felfokozott hangulatban van Nyíregyháza, a rend akkor helyre, amikor november 11-én hazaérkezik a 20 .000 a még teljes rendben Őm Tivadar parancsnokság alatt megérkezik a, a városba, rögtön csend van, és hát ugye november 16-án pedig ugyanúgy, mint másodtő Nélikháza is megünnepli a köztársaság kikiáltását, és onnantól kezdve csendesedik a dolog. Nyilvánvaló, hogy hogy a belső feszültségek megvannak, hiszen a, a vármegye az a helyén marad, felesküszik ugyan papíron az új kormányra, de azért látszik az, hogy, hogy nem fogadnak el mindent, mindent úgy, ahogy kellene. Hiába van itt ugye a szamueli fiúknak egyfajta baloldalra való árfolytási kísérlete. Nem sikerül, sőt, hogy januárban egy névgyűlésen őmti oda hogy mi a köztársaság kormánya vagyunk, és bármit, amit a köztársaság ellen akarnak tenni, azt mi meg fogjuk torolni. Nem értem, hogy 19 tavaszán Egyrészt kumbileik, másrészt pedig romának viszik a teljes tisztikat brassóba üdülni, mert igazán nem akarja ezeket a forradalmi változásokat, nagyon helyesen egyébként tudomásul venni és, és, és magáévá tenni. Tehát tulajdonképpen a papíron az látszik, hogy Nyíregyháza is együtt él és mozog a, a, a kormányjal, tehát ő a Károly kormányjal, a benki kormányjal, de azért a mélyben elég sok olyan feszültség van, amelyik majd igazán 1920-ban jön a felszínre, mert ugye azt is tudjuk, hogy 19 tavaszán, amikor a tanácsköztársaságot kikiáltja, akkor ugye akkor már igazán nem sok ideje van a végrehajtani a dolgokat, a tanácskormány rendeleteit a direktóriumnak szabosban, hiszen április 16-án megindul a román támadás, és április végére ugye a román csapatok elérik a Tiszát, tehát tulajdonképpen 1919. -19 április végétől román megszállás alatt van a, a, a vármegy, és a román megszállók nem igazán törődnek azzal, hogy, hogy a tanácskormány milyen rendeleteket uh -huh. hoz, hanem végrehajtják a sajátjukat. Igen, még hát annyit azért, hogy csak így legyek már aktuális olyan dologgal kapcsolatban, hogy 18. őszén az már hát úgy tudom szeptember közepén jelenik meg a spanyol látha nyíregyházán. Ez talán azért is érdekes, mert hát maga a polgármester is elkapja, és Igen. egy időben ö, le is kell adni a, a hivatalt, és majd ugye helyette más fogja a hatalmat gyakorolni. Tehát, hogy a városban ez is jelen van. Másrészt, meg az egy nagyon érdekes dolog, hogy tudjuk a román megszállás időszakából elkészül egy népszámlálás, amely olyan nagyjából 30 ezer főre lövi be a város lakosságát, egy picivel kevesebb, tudom. De nekem az volt ebben az érdekes, hogy hát nincs ipari munkássága a városnak, és ugye feltételezzük, hogy a megyének se nagyon van ipari munkássága, tehát, hogy nincs egy olyan támogató tömeg, itt a változások mögött, mondjuk így a forradalmi változások mögött, amely azt tenni lehetővé, hogy hosszú távon ez a hatalom be tudna rendezkedni, vagy venne társadalmi bázison, mert a megye és a város sem olyan összetételű, mint amilyen mondjuk egy polgári radikális, akár egy szociáldemokrata, vagy hogyha itt említettük a szambolajeket, akár egy bolsevik típusú megoldást támogatna. ez természetesen így van, hiszen, hiszen ugye egy házán összesen a az írsai féle vasgyár az, amelyik, ugye a vasgyár utcán ma is megvannak még néhány régi péld, de az amelyik igazán, meg néhány nyomdász. Itt elsősorban olyan nyomdászok voltak azok, akik, akik jelentettek valamifajta erőt. Meg hát ö, érdekes módon volt egyfajta olyan nőmozgalom, amiről keveset beszélünk, az érdemes lenne egyszer, egyszer hogy feldolgozni, fel hogy a nyíregyházi, és ebben iparos feleségek, kereskedő feleségek, vasutas feleségek, akiknek elég komoly szava volt, hiszen, hiszen nőtüntetésből, jó szerint több volt, mint férfi tüntetésből a városban. Ez egy érdekes jelensége, igazán még ehhez nem nyúlt hozzá senki, illetve egyszer meg kellene nézni ezt majd a levél tári forrásokat is, hogy tulajdonképpen mi történik egy házán a, a De egy biztos, hogy tüntetések, tüntetéseket érnek a, a városban. Hogy aztán milyen hatása volt, azt látjuk, mert igazán nem volt nagy hatása. Mm. Tehát nem, valóban, hogy mondod, nem volt áttörő erejű a, ebben a városban a szociáldemokrácia, mm. de hát nem is volt a bátisra. Akkor nézzük már meg, Barna, hogy akkor hogy is áll a megye? Ilyen 18-19-ben. Eh, ahhoz, hogy megértsük az alapproblémát, vissza kell menni a 1916. augusztus 17-ig, amikor a románok aláírják az Antantal a szerződést, amelyben kötelezik magukat a hadba lépésre. Nyilvánvalóan ezt nekünk most itt nem kell részletezni. Egy dolog fontos belőle számunkra most, az az a határvonal, amelyet kvázi határvonal, amelyben a Romániának ajánlott, megajánlott területek vannak. Ez a terület nagyobb annál, ami később a trianoni békeszerződésben Romániához került, de a nagy román álmot nem valósítja meg a, a Tiszái történő területfoglalást. körülbelül úgy néz ki ez a vonal, hogy a Szamos és a Tisza összefolyása vásárosnaményt Romániának hagyva, Debrecentől, től Debrecenig megy, Naménytól, Debrecentől 6 km-ről keletre, tehát minden híresztelés ellenére de nem volt benne Debrecen. Igen, azért nem de van, a, az egy demokrációs vonal, ami érinti Debrecen. Igen, igen, tehát Debrecen, és debrecen lefelé egészen Röszkéig érte el a tiszát. Röszkénél ért el a tiszát. Tehát mondjuk Szatmár vármegye teljes területe ebbe a zónába esett, de hogyha délebre nézünk, akkor Gyula, Békés Csaba, ilyen városok azok, amelyek de facto Románia részei voltak. Ugyanúgy romániai rész, Románia részei voltak, mint Barót, mint gyergyó mint Bánfi-Hunyad. Ugyanúgy Máté Szalka, Fehérgyalma, csenger, tehát azok a szatmári részek, amelyek a mai Magyarországhoz tartoznak. Most ezeken a területeken, tehát ezen a határvonalon, hatá határvonaltól keletre e tény volt a román katonai megszállás, de nem katonai közigazgatást vezettek be, hanem a román polgári közigazgatást. Igaz, hogy az a kezdeti időben egyértelműen rátelepül a jelenlévő magyar közigazgatásra később majd ez megváltozik, de a közhatalmi jogokat gyakorlatilag államként, román államként funkcionálva ezen a területen is a román királyság gyakorolta, ugyanúgy mindenféle nemzetközi jogi alap nélkül, ahol, ahogy Baróton, gyergyó Nikolóson, meg Bánfi Hunyadon. Na most. Tudjuk, április 16-án a román királyi haderő megtámadja székely hadosztályt, beszéltük róla a hosszú frontok, az ritkán megszállva, esélytelen gyakorlatilag a védelem. Húsvétkor, 19 húsvétjában már Máté Szalkánál gyakorlatilag utóvéd harcok zajlanak, a románok akadálytalanul jutnak el a Tiszáig, ahogy <coughs> János azt említette. Na most, a Megsz Szatmár vármegyében átveszik az impériumot. Tehát egyértelműen Szatmár vármegye, Szatmár vármegyét teljes egészében Romániához csatolják, prefektus neveznek ki, e és gyakorolják, ahogy azt említettem, a közhatalmi jogokat. Nézzük meg, hogy mik ezek. Az első élmény számomra, amikor ezzel a problémával találkoztam, az egy, az egy narancsárga plakát volt, amire ránéztem, mert kihajtogattam, nem nagyon akartam. Kihajtogattam, mert olyan szép színes volt, a sok szürke és világos barna sárgás papír között, és a nagy ecsedi szenátor választó körzet plakátja volt. És akkor úgy gondoltam, azt nem mondom, hogy mit gondoltam, de, azon morfon írottam, hogy mi lehet ez. Tehát ugye a magyar közök a szenátust, mint olyan nem ismeri, felsőház van mondjuk úgy helyette, de az meg nem választott testület, hanem, hanem másképp működik. Hát mi ez? És akkor innen indultam el. Ez a, ez a, a közhatalmi jogok gyakorlásának és a, az állami jogok gyakorlásának egyik legszebb jele az, amikor az állam nyilvánvalóan csak a saját területén tarthat választásokat. És 1919. október végén és november elején a románok a Csengeri járásban, a Fehér járásban és a Máté járásban is képviselőházi és szenátusi választásokat tartottak. A, román, kiadott román hivatalos labban megjelennek a választókörzetek, megjelennek a választási eljárással kapcsolatos utasításokat, utasítások, amelyeket természetesen itt is végrehajtanak maga a választás a legtöbb esetben, és hát láttam Békést is, láttam más megyéket is, gyakorlatilag Kabaré, tehát az történik, hogy van két jelölt mondjuk a fehé, Fehér, Gyarmati Választókörzetben, és nem megy el senki választani, ekkor az egyik visszalépés, így a másik képviselő lesz automatikusan. Tehát valami, valami ilyesmi történik, hasonlóan a, a szenátor választás esetén is. Ez az egyik, de lehetne sorolni. Ugye kezdetben a románok Erdélyben még csak a román és száz lakosságot sorozzák. Ugye a százok 19, január 18-án csatlakoztak Nagy-Romániához. Tehát őket sorozzák, a magyarokat nem. Ugyanezt figyelhetjük meg a mai hozzánk tartozó szatmári részeken is, hogy, hogy keresik a, a román lakosságot, ami ugye nem nagyon van, és egy idő után elkezdik sorozni a magyarok, magyarokat is, 19 őszén mozgósítanak. Tehát szat, mondjuk a fejegyelmeti a járás rosszat már Németibe beviszik a sorozott állományt. Tehát ez egy másik jel, de elkezdik a földreform végrehajtását, ami Erdélyben ma jóval később, ha nem is jóval később, de egy évvel később történik majd meg. De említhetnék olyan példát, hogy hogy az anyakönyvi kerületekben is okozott ez a, ez a határ problémát, mondjuk Vitka és Nagy Dobos között. Mert az egyik Romániához került, a másik maradt, de egy anyakönyvi kerületet alkottak, tehát itt meg kellett oldani a közigazgatásnak a problémát. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezeken a területeken a román királyság de facto a közhatalma gyakorolta. Annyit hát, kérdeznek már közben, hogy ez az lehetett az oka, hogy ők úgy gondolták, hogy ez már végleg Romániához szok tartozni, vagy az lehetett az oka, hogyha gyorsan cselekszenek és bevezetik a közigazgatást, akkor a békeszerződésben már tudnak arra hivatkozni, hogy ugye ez már egy bejáratott menete van itt a közigazgatásnak. Igen, én az utóbbira gondolok, hogy gyakorlatilag e ekkor már 19. második felére őszére nagyjából tisztázódott, hogy hol lesz az a bizonyos határ, és az a bizonyos határ a mai határvonal. Tehát én azt hiszem, hogy a románok ezzel kész helyzet elé akarták állítani a béke megalkotói, tehát hogy prezentálni, hogy ez itt Románia, itt románok élnek, itt csatlakoznék ahhoz, amit mondtál, az a rejtélyes népszámlálás. Azt miért csinálják meg a katonailag megszállt területek, ahol katonai közigazgatás van, mármint Nyíregyházán, vagy Debrecenbe, vagy Szarvason, ott megcsinálják a népszámlálást, azokon a területeken, amelyek ezen a bizonyos határvonaltól, amely a határvonaltól keletre vannak, azokon nem csinálják meg hogy valami abszurd történet, hogy na, itt magyarok vannak, itt meg románok vannak, bár nem számoljuk meg mm. őket, és akkor, szóval ez nagyon érdekes, nem tudom, ennek mi az oka, a kérdésedre a válasz az, hogy valószínűleg a, az a második variáció, hogy próbáltak kétszerzetet teremteni, az lehet az igaz. Volt egy előnye ennek. Azokat a területeket, ahol a román polgári közigazgatás e, működött, és húszban, Onnan a román erőknek ki kellett vonulniuk a mai határ mögé, az kevésbé fosztották ki, mint azokat, amelyik attól a területről nyugatra voltak. Tehát. Tehát, hogy ez egy tudatos dologról beszéltünk persze, akkor is? Persze. Igen. Mert hogy ahogy olvasta az ember a korszak forrásét, akkor persze látja, hogy egy, ahogyan telik az idő, mert nagyjából tíz hónapról beszélünk, igaz? Ahogyan telik az idő, egyre komolyabban lép fel a román állam, és egyre jelentősebb az elvonás, tehát a rekvirálás és a, a, fizikai erőszak, még aztán, mert valószínűleg érzik azt, hogy, hogy, ez egy idéglenes állapot, és hogy amit lehet kihoznak ebből a szituációból, és próbálják ezt valamilyen módon pozitívan kijönni. A kérdésem az lenne akkor, hogy amikor ugye kivonulnak 20 márciusában, Nyíregyházáról is, meg aztán szép lassan majd a, a megyéből is, hogyan alakul akkor a megye közigazgatása? már hogyan érinti a megyét értem szerint most a Trianon és az ahhoz köthető közigazgatási határok meghúzása? Hát ugye... Elsősorban ugye 20 márciusába visszaáll azonnal a, a régi rend, tehát nyilván való egyszer a dolog, mert a, a harmadik direktórium már valahol a, a, Tisza másik oldalán, Csobvaj környékén, ott is menekülésben van állandóan. Tehát tulajdonképpen az a hatalmi, tehát nem kell különösebben küzdködni az, hogy visszaálljon a régi rendszer, Bencskáván elfoglalja a, a polgármesteri széket, elkészít a jelentést, és borzasztó valóban ezek az adatok, amik elérnek, hogy mi mindent visznek el, és mennyi halottja van, mert van halottja is a román megszállásnak, ugyanúgy a főispán miket is elfoglalja, miket is van, és elfoglalja, vagy a alispán a helyét, és megindul ugye egyfajta helyreállított élet, ide kerül a honvédség, tehát megalakulnak a nemzeti hadsereg, alakulatai egyházán, és próbálnak szatmárban is valamit kezdeni, ugye ott azért nehezebb a helyzet, mert a régi szatmár nyilván, hogy nem fog már visszaállni, tehát először megyeszéket kell keresni, ugye ezt megtalálják Máté szalkában, és ugye ahogy a határokat nézzük, hát tulajdonképpen berekből itt marad ugye 25 község, a fölött, Na most ugye ennek is, Pereknek is kéne valamit keresni, hát először megtalálják megyeszékhelyként Tarpát, és Tarpára költözik a Beregszászi gimnázium is, és ugye egy érdekes, hogy a, a nagyon szép emeletes, ma is meglévő Tarpai iskola, egyben Beregvár megye székhely, mm. meg a, meg a középiskola, és a ma Magtárnak nevezett most múzeumi épület az a kollégium, hát ettentő hideg volt, hogy ugye meséljék a többiek, és a járásnak is találnak székhelyet, a vásáros nem én van. Tehát nyilván, hogy 25 nem lehet mit csinálni. És aztán ugye 1924. január 1 -e az a dátum, amikor létrehoznak ezen a nagy területen, tehát a felső Tiszavidék 5 régi megyéjéből kettőt, Ugye Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyenlőre egyesített vármegy, és ez marad végig, ez a KEE, -E. uh -huh. ha a kedves nézők nem tudnak, akkor ez, ez lesz a, a rövidítése. És létrejön Szatmár, Beleg és Ugo csak közigazgatásilag egyenlőre egyesített vármegye, egyiknek a székhelye Nyíregyháza, a másiké Máté Szalka. És ugye így, így áll fel a, a három vármegye, és tulajdonképpen ugye Szabolcsnak van mondhatnánk a legnagyobb szerencséje, hiszen, hiszen Szabolcsból mindössze e, három települést e, 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 csatolnak el, Eszent, Szalókát, Ágteleket, de kap e, ugyanakkor helyette ötöt, sőt hatot, mert ugye megkapja Ungból, mert Ungból csak záhony. Györöcske. és, és Györöcske marad magyar területen, tehát Ung megye tulajdonképpen Magyar Ország számára megszűnik, az Ámnyi Györöcske, és Berekből kapja kis és nagy lónyát, Tiszakeresenyt, még a többből megy ugye Szatmárnak, tehát tulajdonképpen Szabolcs még mert az népszállásunk meg a 320 ezer, akkor 330 ezer van, de ezt tudjuk, hogy ez az elsőben menekültek a Nyíregyháza szélső hatodiktól felfelé felfelévő vágányén álló vagonlakások. szatmárban, a nagy szatmárból, a hat és fél ezes, nagy szatmárból ugye maradt körülbelül az egy harmad, a 30 község, ugye, plusz ugye berekből kapja meg ezt a 21 községet, tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen itt a nagy vesztes mindenképpen Beregvár megye, amelyik, még eltűnik a magyarság részéről, nagy vesztese mindenképpen Ungvár megye, amelyik szintén eltűnik a magyarság részéről, hát a legkisebb legkisebb vármegye, ugye Ugocsa, amelyik nem... A legkurucabb vármegyék. Igen, legkurucabb onkolonat, abból ugye egy négyzetkilométer maradt Tisza Péter határában, de a 92 ezer lakosból egy sem marad Magyarországon. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy, hogy a, nagyvesztes, a nagy vesztes, a nagy vesztes nyilvánvalóan mindenkinek a vesztesége nagy, de a nagy vesztes itt Kelet-Magyarország, mert, mert olyan területek esnek ki, és olyan gazdasági dolgok, amelyeket mind a mai napig nem lehet, hiszen pótolni, hiszen ha belegondolunk abba, hogy az egész szatmári, magyarországi szatmárnak a természetes központja szatmárnémeti. németi és ott van, hogy ott csengen elhúzzák a határt, és az a fontos vasútvonal az Arad, Nagyvárad, Szatmányműti, direkt azért tolják a határt el, hogy az románt kell teljesen. Igen. Igen. Hát ezek azért, Igen. ezek azért óriási dolgok, amit... Egy dolgot hagyd kérdeznek még bal. na zajta, ne hagyjuk ki a dolgot, mert ugye manapság szeretünk címeket adni a városoknak, falvaknak is, hogy és beszéltünk arról, hogy van egyfajta kétséged ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy megosztanád velünk ezt a morfondírozásodat. El, el, először kiegészíteném önmagam a román polgári közigazgatás berendezkedésével kapcsolatban, ugyanis a románok 19 más, 1919. második felében Szabolcsból a Nyírbátori járást Szatmárvár megyéhez vázi, Romániához uh -huh. kapcsolták, hogy ennek megvannak a levéltárunkban a, a nyomai, mondjuk ha csak a főszolgabíró lemondását említem, ami emiatt történik. E, nagyon érdekes minden de egy román százados jelenti nyírbátorban, hogy innentől kezd Románia, és akkor szépen le van írva, hogy hol húzódik a határ, kinek a... <kül> Na most visszatérve zajtára... <kül> A, az ajtai e, e, történet az már az én meglátásom szerint a határkiegazítások és határkielölés e, időszakára esik, ami ugye elhúzódhatott egészen 1924-ig is. Igen. E, de megmondom őszintén, hogy azokat a azoknak a szerveknek az iratait, akik, amelyek a határ foglalkoztak, nem nagyon, illetve nem találtam nyomát annak, hogy, hogy, bármi különös történne Zajtán, vagy Zajtával kapcsolatban. Nem a, a, pro, a probléma kutatása, a téma kutatása még nem százszázalékos, de amit eddig átnéztem, legyen azok térképek, legyen, legyenek azok a határkijelölő a jegyzőkönyvei. Nem, nem találtam nyomát rendkívül eseménynek zajtával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy, a, hogy ez a szokásos szatmári történet, tehát jönnek a románok, történik az, amit én itt próbáltam az előzőekben fölvázolni, de, de János talán, tudná talán azt elmondani, hogy mi is az a mag, a, amire ez a zajtán élő ö, hagyomány épül, ö, épül hogy, hogy mit is kerestem én, tehát hogy itt gyakorlatilag ö, Leegyszerűsítve a dolgot, valami olyasmi, hogy helyi erőknek, helyi aktív közéleti személyiségeknek sikerült valamilyen úton, módon elérni azt, hogy a románok zajtáról vonuljanak, ki, és zajta maradjon a, a történet, hát annak nem, tehát a mai Magyarországnak Szente, a része. Igen. Tehát ez az alap, és ezt próbáltam én meg levéltári forrásokkal igazolni, vagy ennek a történetét feltárni, de egyenlőre mondom, nem százszázalékos a feldolgozottság, de nem találom nyomát annak, mm -hmm. hogy... Tehát, hogy értem szerint, akkor a hivatalos iratokban nincs nyoma. Egyenlőre. Valószínűleg a nyilvánosságban, tehát nem tudom, sajtóban jelentem meg ezzel kapcsolatban ez valami ez hír. szép történet zajtáról, amit ugye amit megírnak, és, és tulajdonképpen ez az alapja, hogy a, a Gál Lajos igazgató tanító úr, aki Huszár Károly volt miniszterelnöknek az osztálytársa Szatmáron a gimnáziumban, azt látja, hogy a térkép meg az elmondás nem egyezik. És akkor az a sztori, hogy ír levelet Huszár Károlynak, akkor már nem miniszterelnök, de, de igen, hát ugye igen, a rálátása van Horti, meg meg jó kapcsolatban, hogy nézzék már meg, hogy mi történik itt, és álltak Huszár Károly, Közbelépés és Gálajosnak ez a hatalmas fellépése jelzi azt, hogy zajta végül is visszakerül, és a leghűségesebb falu. Uh -huh. Igen, hát címele. most ebből a szempontból akkor azt tudom mondani, hogy nem játunk olyan nagyon messze attól a dologtól, hogyha arról beszélünk, hogy az emlékeknél nem csak konstruálunk meg, dekonstruálunk, hanem nagyon fontos a hely ahol emlékezünk, és pontosan ez persze. mutatja, hát ez a szatmári történet javadják, gál, tehát Nem véletlen lesz ő, ő vitéz, az első vitézek egyik, hát ez egy óriási tett akkor a magyar közéletben hogy lámlám egy falusi igazgató, tanító visszahozza a faluját az ősi magyar földre, De ez nagy dolog. Hát. Igen, ha igen. A hát köszönöm szépen a, a beszélgetést, a meghívott vendégeinknek is. Köszönöm, köszönöm szépen a tévénézők figyelmét is. Ha összefoglalni szeretném ezeket a dolgokat, akkor egy kicsit most plagizálok egyrészt Madácstól, másrészt meg a négyes huszároktól, hogy meg de ez visszatérjünk, mert ugye az volt a ő elmondatuk, legalábbis ez volt hímezve a zászlójukba, hogy magyar, küzdj és bízva bízzá. Tehát, hogyha szeretnénk, hogy, hogy, ezek a történetek ne, egy ne tűnjenek el és fontosak legyenek számunkra is, meg a elkövetkező nemzetünk számára, akkor csak azt tudom mondani, hogy küzdjünk, és bízva, bízva haladjunk előre. Köszönöm szépen a figyelmet.